Megújult külsővel és belsővel, festői környezetben áll a Baktalórendházi fenyvesszálloda. A hotel a kisfaludi turisztikai fejlesztési programnak köszönhetően szépült meg a közelmúltban. Azóta újabb konstrukció jelent meg a program keretében, tavaly nyáron hirdették meg a magán és egyéb szálláshelyek fejlesztése című pályázatot. A megvalósítás határideje eredetileg idén március 31 lett volna, a járványhelyzet miatti lezárások és korlátozások azonban több hónappal is visszavethették a munkálatokat. Támogatást a meglévő szálláshelyek külső és belső megjelenésének, belső építészeti arculatának minőségének fejlesztésére, szobák és a kapcsolódó helységek átalakítására, felújítására, a szálláshely szolgáltatásokhoz közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzésére, emellett pedig az akadálymentesítés kialakítására, valamint a fejlesztéssel érintett épületek energiahatékony működését javító megújuló energiarendszerének telepítésére és kültéri beruházásokra lehetett felhasználni. Mivel a Magyar Turisztikai Ügynökség arra törekszik, hogy minden nyertes pályázó meg tudja valósítani a vállalt fejlesztéseket, a határidőt kitolták szeptember 30-ára, addig lehet felhasználni az elnyert támogatást. A fizikai megvalósítás követő 90 napon belül egy záró beszámolót kell benyújtani az összeg felhasználásáról, ahol azonban már mostanra elkészültek a munkákkal, ott nem szükséges várni őszig a dokumentum beadásával. A lehetőséggel egyébként országszerte több ezer szálláshely tulajdonosa vagy üzemeltetője élt, a megyénkben is több százan pályáztak. 14 ezer szálláshely részesült több mint 43 milliárd forint támogatásban. Nem csak volumenében, hanem a fejlesztéssel érintett földrajzi terület tekintetében is a legnagyobb, legszélesebb körű támogatási konstrukció a hazai szálláshely fejlesztések történetében. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 293 darab pályázó részesült támogatásban, közel 950 millió forint összegben. A hazai magánszálláshelyek általában családi vállalkozások vagy kis gazdasági társaságok tulajdonában vagy üzemeltetésében állnak. Jellemzően számukra nyújt lehetőséget a kisfaludi pályázat, amelyhez hasonló vidéki szálláshelyfejlesztési konstrukció korábban még nem volt az országban.